A Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban járunk, a Hullámtörés című kiállításon, mely az emberek és a víz kapcsolatát mutatja be hat magyar fotográfus szemén keresztül. Balázs Zsolt fotográfiait láthatjuk itt. Fenti képen a kondortó kiszáradt medrét láthatjuk egy vízmércével, aminek most már nincsen funkciója, hiszen nincs víz ezen a területen. Az a célja, hogy megmutassa számunkra, hogy mennyire fontos a víz, mint természeti erőforrás, és mégis mennyire nem vigyázunk rá. Azt mutatja még meg, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a harmonikus viszony, ami eredendően megvan köztünk is a víz között, hosszú távon is megmaradjon. Ezt az anyagot Nicaraguában készítettem. Alapvetően azért indultam el, hogy egy kakaóbab ültetvényre elmenjek, és ott mutassam be gyakorlatilag ezt a különleges növényt, ami most már egyre kevésbé tud megélni ebben a környezetben is, és minden a környezetváltozással és a vízhiánnyal nagyon összefügg. Régen ez a növény mondjuk meg tudott élni természetes környezetében, úgyhogy nem kellett külön foglalkozni vele, locsolni, hanem az erdőben tökéletesen védve volt a környezeti hatásokkal szemben. Manapság, hogyha nem tudják rendesen táplálni, akkor egyszerűen nincsen termés. Nagyon sok helyen az erdőket elkezdték pusztítani azért, hogy termőföldeket szerezzenek, de most kezdenek rájönni arra, hogy azok a növények, amik körülötte éltek és amiket kipusztítottak, azok védték a palántákat, és például ezen az ültetvényen elkezdtek palántákat visszaültetni. Hogyha nem tudják ezt a növényt megvédeni, és nem tud életben maradni, akkor egyre kevesebb van, egyre drágább lesz, egyre inkább egy luxus cikké válik. Vég László képsorozatának egyik képét láthatjuk, ami Szeged közelében készült, a kiszáradt Holtisza medrében. Ez egy nagyon szennyezett terület, mert sokáig ide tisztítatlanul ment be a városi szennyvíz, illetve ipari mérgező vizek. Most a terület rehabilitációját 2008-ban már megkezdték, de ez még nem fejeződött be. Az egyik nagyon érdekes téma az a Nicaragua tó volt, Közép-Amerikának a legnagyobb tava. Itt egy szigetcsoport van, hatalmas édesvíz közepén található, ahol körülbelül 1000 ember él, ezt a vizet isszák, és hát itt egy elég komoly terve a nicaraguai kormánynak, hogy egy Nicaragua csatornát építenek, ami a Panama csatorna mintájára készülne, és hogy gyakorlatilag ez egy ökológiai katasztrófához vezethet, mert hogy kicserélődne az édesvíz sósvízzé, ahogy a két óceánt összekötik. Ez egy olyan ország, akik még talán nem annyira érzékelik azt, hogy mekkora kincs van a kezükbe azzal, hogy egy ekkora édesvízi tó van a területükön. Az éghajlati változás miatt a szárazság az egyre nagyobb. Gyakorlatilag ez egy olyan tartalék, amit nagyon óvni kéne. A Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban látható ez a kiállítás egészen augusztus 25-ig. Ezzel alatt az idő alatt még 3 programot szervezünk a kiállításhoz, különböző korosztályokat megszólítva. Ezt követően ez a kiállítás tovább utazik Isztambulba, egy fotófesztiválon kerül bemutatásra. Szeptember 28-án lesz az isztambuli bemutatója a kiállításnak.